A korábbi években jelentős igény volt a hivatásos gépjárművezetői programra, a képzésbe már több mint 5100-an be is kerültek. A szállítmányozási ágazatot sújtó több ezres sofőrhiányt akarják felszámolni, ezért újabb 2500 fő juthat ingyen gépjárművezetői jogosítványhoz. Az érdeklődők tehergépkocsi vezetőnek vagy buszvezetőknek jelentkezhetnek. Azt látjuk, hogy közel 6000 fős gépjárművezető hiány van, akinek azonnali lehetőséggel, munkalehetőséget tudnak adni, illetve a fuvarozói szakmában is azt látjuk, különösen a személyszállítás vonatkozásában, hogy egy fajta előreengedés is figyelhető meg, tehát többen nyugállományba vonulnak. Tehát kettős feladat van, egyrészt az, aki nyugállományba vonul, annak a pótlása, másrészt az új kamionokra, autóbuszokra is kellenek munkavállalók. A jelentkezésnek természetesen feltételei is vannak, alapfokú iskolai végzettség, minimum 2 éves B-kategóriás jogosítvány. A tehergépkocsi vezetőknél 18 év a korhatár, autóbuszvezetőknél pedig 21 éves kor. További feltétel, hogy aktív tanulói jogviszonnyal nem rendelkezhet a jelentkező. A résztvevő egy szigorú kiválasztási évrendszeren keresztül tud a programba kerülni. Gondolok itt egy KRESZ alapú szintfelmérőre, egy egészségügyi alkalmassági vizsgálatra, egy vezetéstechnikai szimulációs vizsgálatra, egy kompetencia vizsgálatra, és 3-as vagy 2-es kategóriai PAL vizsgálatra. Hogyha minden sikeresen teljesült, akkor a leendő munkáltatójával egy interjút is lefolytat az egyén. A pálya alkalmassági, azaz a PÁV vizsgálat költségeit a jelentkezőnek kell megelőlegezni, amit később visszafizetnek majd neki. A 6000 fős munkaerőhiányt a szakemberek szerint még így is nehéz pótolni. Erről is beszélt az egyik fuvarozói cég szállítmányozási osztályvezetője 35 perc című műsorunkban. Első körben, amit látok a mai fiataloknak, azért vonzó, és most egyelőre csak a fiatalokról beszélnék, ez a lehetőség, mert igazán kiemelkedő kereseti lehetőségeket csekteti őket. Az már egy másik kérdés, mikor megtapasztalják a szakma árnyoldalát. Ezzel azt értem, hogy ugye nagyon sokszor fordul az, hogy külföldön kell hétvégézzenek, és ott nyilván benzinkutak, vagy erre kialakított létesítményekben kell töltsék nyilván a kamionban több esetben az éjszakákat. Na, ez szokott lenni a nehezebb része a feladatnak. A másik oldal, hogyha esetleg már egy középkorosztályról beszélünk, talán azt tapasztalom, hogy inkább ott a modern kornak a vívmányai, ami feladatot szoktak okozni. Az OFA országosan 638, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 35 munkáltatóval kötött együttműködési megállapodást. Ezek a cégek hosszú távon munkahelyet biztosítanak azoknak, akik sikeresen befejezik a képzést. Az ingyenes tanfolyamokra az ofa.hu-n lehet jelentkezni.